Egy távolsági buszon vette észre a fiatal nő a korábban nevelőszülőköz került kiskorú gyerekeit. Nem habozott, azonnal elcsalta őket, annak ellenére, hogy ezt nem tehette volna meg a nevelőszülők beleegyezése nélkül. Hetekig bújtatta a gyerekeket a szexárdi házában, hiába ment ki hozzá a gyámügy munkatárs és a rendőrség is. A látogatások idejére a fiút és a lányt átküldte a szomszédba. A lopásért már többször büntetett nőtől azért vették el ideiglenesen a gyerekeket, mert elhanyagolta őket, és az is előfordult, hogy bűncselekmények elkövetésére vette rá őket. Korábban is már bűncselekményeket követett el, sőt, a gyermekei szemelátára követte el a lopási cselekményeket, és volt olyan is, hogy magát a gyermekeket vitte magával lopni, ezért is vették el tőle a gyermekeket, és vonták be a szülői felügyeleti jogát. Az édesanyjuk által elcsalt gyerekeket végül több mint másfél hónappal később egy házkutatás során a rendőrök találták meg. Az édesanyjuk ellen azonnal újabb eljárás indult. A Tamási járás bíróság ítéletet hirdetett a fiatal nő ügyében, akit bűnösnek mondott ki két rendbeli kiskorú elhelyezése megváltoztatásának bűncselekményében, ezért a vádlottat halmazati büntetésül 90 napi elzárásra ítélte. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az elítélt édesanyja fellebbezett ellene.